Műsorunk az Able Tervező Kft. Támogatásával készül. Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket! Foci és sport című műsorunk 5. évfolyamának 7. adását látják. Dr. Csőtönyi Sándor a vendégem, tisztelettel köszöntöm. Nagyon sok mindent el lehet mondani róla. Volt szövetségi kapitány, jelen pillanatban az elnöke a Magyar Box Szövetségnek, és ma épp az elnökségi ülésről érkezett, a hétvége pedig egy hatalmas nagy boxgála, egy verseny volt, a Bocskai Emlékverseny, úgyhogy azt hiszem, hogy van miről beszélgetnünk, és megvallom őszintén, hogy más tollával ékeskedve a Dino Sporthíradónak a boxkesztyűjét elvettük, és ide tettük az asztalra jelképesen, hogy mégiscsak lássák a nézők, miről van szó, de erről majd még külön fogom kérdezgetni. Elnökségi ülésről érkezett. Igen. Milyen sűrűn tart elnökségi ülést a Magyar Box Szövetség? Minden hónap első keddjén, 2-től általában 6-ig, 7-ig vagyunk, majd kicsit korábban végeztünk. De azt hiszem, hogy témákba bővelkedtek. Igen, most ugye az olimpiai felkészülés, az edzőtáborok, a versenyek értékelése folyt, és meg kell, hogy mondjam, hogy ugye ez az évben nagyon nehéz év, olimpia évében vagyunk, kvalifikációs versenyek az olimpiára, európai kvalifikációs versenyek is van, a nőknek Kínába női kvalifikációs verseny, úgyhogy nem fogunk unatkozni, és ezen felül felkészülési verseny Helsinkibe, Uszinadlabenbe, Hallébe, Zágrába, tehát össze-vissza utazunk a világot, és azt kell mondanom, hogy hát ennek a előkészítésével és a egyebekkel, tagfelvétellel, rangsor kialakításával, új átigazolási rendszernek a bevezetéséről döntöttünk és tárgyaltunk, meg a legfontosabb talán Ifjúsülő Gyulának a személyében egy új olimpiai bizottsági tagot delegáltunk, mert 26-án új olimpiai bizottság alakul, és az Ökölvás kapott egy plusz helyet az eddigi olimpiákon, világbajnokságon elért eredménye alapján nem 3, hanem 4 fővel delegálhatjuk magunkat a olimpiai bizottságnak a testületeibe. Ez azért is egy jelentős állomás vagy lépés, mert ezek szerint a magyar boxnak egy nagyon stabil és jó helye van a magyar sportéletben. Önnek azért elég nagy rálátása van sok szempontból a magyar sportvilágra. Hol helyezkedik el a box benne? Az hát ökölvívás, mondjuk. Az ökölvívás a magyar sportok tradicionális eredménylistáján az első 5-6-ban van benne. Tehát ez azt jelenti, ugye egyéni sportágon ez egy gyönyörű eredmény, 10 olimpia bajnoki címünk van, világbajnokaink, junior világbajnokaink. Tehát az elmúlt, így mondom, 85 évben vagy 90 évben, mióta az ökölvívás mint sportág a magyar sportnak a család tagja lett, azóta az ökölvívás hát sikerrel halmozott, volt olyan világverseny, ahol 7 érmet szereztünk, volt, ahol csak egyet, volt, ahol egyet se, de úgy általánosságban azt elmondhatom, hogy a magyar ökölvívők nagyon tehetségesek, és ha nem lenne ez a nagy eredménykényszer és a feltételrendszer egy kicsit jobban ezeket a hátrányos helyzetű gyerekeket előbb fel tudnánk fedezni, jobb lehetőségeket tudnak nekik nyújtani, még hálásabb lenne, de a magyar ökölvívást úgy kell kezelni, hogy Európában például az első 5-ben van ugyancsak mostani eredménye alapján is. Tavaly például 2 junior Európa bajnokunk volt, egyik lányunk a világbajnokságon érmes volt, a felnőtteknél is szereztünk érmet, tehát azt kell mondanom, sok sportág szeretne velünk cserélni. De mi soha nem vagyunk elégedettek, mert ugye a ökölvívásban is, és más sportágban is az aranyok számítanak mindig, és most azért már illene, hogy az olimpián is legyen érmünk, esetleg aranyérmünk a Kovács Pista után, hát ez nem lesz egyszerű. Vannak tehetségeink, vannak nagyon tehetséges versenyzőink, de azért a feltételek azért reálisan nézve nem azok, amik hát elegek néha az ilyen eredmény eléréséhez. Nagyon sok felé lehetne folytatni a beszélgetést, talán maradjunk annál a részénél most, hogy nagyon sok tehetségünk van, és nem olyanok a feltételeink, amilyet el tudnánk érni abban az esetben, hogyha feltételeink olyan lennének. És akkor megint egy rangsort szeretnék nézni, vagy állítatni önnel. Azt mondta, hogy eredményeink szerint, ugye a magyar, illetve Európában is körülbelül az 5. helyet foglaljuk el, és hihetetlen jók vagyunk.
Hát kevés sportág van az első ötbeve. Igen. Mi lenne, ha a hátteret tekintenénk, és nem a szakedzői hátteret, tehát nem a szakember hátteret, hanem azt, azt az egyéb feltételrendszert tekintenénk, összehasonlítva Európa országait, vagy akár most Európáról is egy kicsit kitekinthetnénk, akkor ott hol állunk rangsorban? Szóval nagyon egyenes kérdésre egyenes választ tudok adni. Sokkal előbbi lehetnénk a tehetségek alapján. Most milyen feltételek hiányoznak? Hát elsősorban az anyagi feltételek, kevesebb verseny, kevesebb mérkőzésszám biztosítása, és az utánpótlás nevelésbe, ugye mi szívjuk föl, ez a sportág az egyedüli, aki a hátrányos helyzetű gyerekeknek sportolási lehetőséget most biztosít. Tehát magyarul általában azért a küzdősportok nem? Az tehát azt mondom, hogy a birkozásba, cselgáncsba és az egyéb küzdősportokba a kickbox és a boxban van a legtöbb hátrányos helyzetű gyerek, mondok egy számot, kb. 70%. Ezeknek a nagy része olyan helyzetből jön, hogy még televíziója sincs, és nincs fürdő, nincs megfelelő étkezés mögötte, nem megfelelő nevelést kap, nem megfelelő fizikai állapotba kerül, ugyanolyan feltételekkel kerül egy edzőterembe. Most elmondok önnek egy nagyon érdekes történetet. Egy diák olimpián tavaly Pécsen lent ültem a szálloda hajába, és átszellemülten három kis fiatal kis gyerek, két roma és három nem roma kisrác jött le a lépcsőn. Nem mertek beszállni a liftbe, mert még ilyet nem láttak. Tehát ilyen 10-12 éves gyerekekről beszélünk. És az egyik kisgyerek elkezdte. Hát itt fürdő van, televízió. Itt adnak nekünk levest is, meg másik ennivalót is. Beraktam a zsebembe a rántott húst, mert viszem a húgomnak. Megkérdeztem, kisfiam, hányan vagytok testvérek? Mondta, hogy 9-en. 46 négyzetméteres helyen laktak. Megnéztem, elmentem hozzájuk, Szigetvár mellett egy kis faluban. Olyan tehetséges, megnyerte a diák olimpiát, olyan tehetséges, hogyha megfelelő hátteret, most próbáljuk neki biztosítani, a pécsiek fölkarolták, megfelelő hátteret kaphat, egy óriási értéke lehet ennek az országnak. De honnét indul? És a mi sportágunk azért ad ezeknek reményt, ezeknek a kisrácoknak, ezeknek a kisembereknek, és ezeknek a hátrányos helyzetből jövő kisembereknek, mert jövőképet ad, sikereket ad. Megtanítsa őket önmagukat legyőzni. Ugye ez a sportág az egyedüli, ahol nem lehet kiválasztani a sportolót. Miért? Nem tudunk neki ügyességet adni. Legfontosabb, bátorságot adni. Csak így nem tud neki kombinatív készséget adni. Tehát olyan képességeket, ami vagy benne van, vagy nem. És ha ő maga nem elszánt, nem dönti el, hogy én ökölvű akarok lenni, sem a szülei, sem az edzője, sem a tanára, sem a rokonai, sem a barátai nem tudják arra venni, hogy ebbe a sportágba eljtáljon. Tehát egy önmagára van utalva. Ez az egy sportág ez. Semmelyik sportágban ilyen nincs. Kivétel a küzdősportágok természetesen másként vannak, de ennyire, hogy az ütéstől, ütésállóság, és a félelem legyőzése, és a elszántság, és a győzni akarás, az egyik-másik gyerekben, a kis srácok fölveszik, nagyobb a kesztyű, ideig fölér a könyökük, és győzni akarnak a kis 32 kilójukkal, és most már lányok is, tehát nem csak fiúk, most már kislányok is vannak, most már van ifi, junior, kislány, serdülők, szépen sportolnak. Na most megmentjük a társadalomnak ezeket, mert később könnyebb nekik beilleszkedni. Mikor már magát legyőzi egy gyerek, akkor már fegyelmezettebb, nem az abból ártlan, tud különböző helyeken célokat elérni és helytállni. És sok esetben kapom az iskoláktól, polgármesterektől levelet, amiben hát a szövetséget dicsérik, pedig hát nem a szövetség, hanem a szövetség csak megteremtné a feltételt, edzőtábor és egyéb feltételt ahhoz, hogy ezek a kisgyerekek, ezek a nagyon nehéz sorsú emberkék, hogy is mondjam, egyenes értékűnek érezzék magukat a többiekkel. Mert itt nincs olyan, mint
most ez is elmesélek egy történetet, volt egy Turu nevezetű, Turu István nevezetű török-szent miklósi kis roma kisrác, aki IBV-t tudott nyerni, és lementem meglágolgatni, ilyen abban az időben úgy hívták, hogy ilyen környezettanulmányt csinálni, hogy ez a srácot tudjuk menedzselni, és hát egy kis, nem putriba, de egy nagyon kis házba laktak, ők is sokan testvérek, és ő a köműves mellett IBV győztes, tehát magyarul ifjúsági barátság verseny, az diákolimpiával, a nemzetközi diákolimpiával fölér. Tehát a ifjúsági korcsoport most világbajnoksággal fölér. Kubaiak, oroszok, minden. És ő követ télen így 10-15-20 fokos hidegbe kesztyű nélkül rakta a téglát. És az MB3 tartalék csapatának egyik ifjúsági játékosa meg a raktárba aludt ez idő alatt, mert ő neki olyan helye volt, hogy őt jobban megbecsülték, és mikor a tanácselnökek hívták, megkérdeztem a tanácselnököt, hogy hogy lehet ilyen diszkriminációt csinálni, mikor a legértékesebb ennek a városnak a legeredményesebb sportolója, utána később Európa-bajnokságon, olimpián részt vett, stb. Itt van, hogy így megalázzák. El is hoztam Monét az építőkbe, aztán utána a Vasasban sokszoros válogatott olimpia résztvevő volt, sok-sok szép eredményt felvonultatott, de megalázó volt, amivel azzal a sráccal mennyire, és azt mondtanak, hát mit egy roma gyereknek adja a kirodai állást, ez volt a válasz. Pedig szeretett volna tanulni, és nem csak ökölbásban volt nagyon jó képességű, mert a fociba is, még a pingpongba is a bajnok volt a megyébe. Tehát milyen érdekes? Meg voltak az alapképességei. Az alapképességei meg voltak, tehát lehetett volna pakolni. Csak ezek olyan kérdések, ami a mi sportágunknak a diszkriminációt jelentik, ezeknek a kisfiataloknak a diszkriminációt jelentik, ez ma is néha megvan, de azért már nem annyira szerencsére. Hozzáteszem, hogy az iskolázottságban ma már azok a gyerekek, akik a boxot fölvállalják, és tehetségesek, nagy részt elvégzik a 8-at, sőt, most már a középiskolát, és most örömmel mondhatom, hogy a fél válogatott főiskolára egyetemre jár. Milyen érdekesen eltolódtak a dolgok? Az 50-es, 60-as években ez elképzelhetetlen lett volna. És ez a szövetségnek köszönhető, a kluboknak, az edzőiknek, a nevelőiknek, a testnevelő tanároknak köszönhető, hogy kitárult előttük a világ. De azért még, ugye mondtam, hogy a tavalyi évben még olyan kisgyereket találkoztam, akinek az élmény volt, hogy fürdőt látott, meg televíziót, meg rendszeres kaját kapott. Ugye az idő alatt még a versenyt tartott. Tehát ilyen szempontból a mi sportágunk azért egy kuriózum. Nagyon kevesen tudják, hogy ilyen szempontból a többi sportágban egy szülő meg tudja venni a 100 000 forintos felszerelést. Volt olyan kiskunmajsán, hogy lementem, 50 kisgyerek, 6 évestől a 15 évesig, mint a csikók szaladgáltak, mezítláb, mert cipőt nem vettek a szülők télen. Ben, és elmentem a kínai boltba, vettem a legkisebb cipő, 30, mit tudom, hányas volt, és vettem vagy 50 pár cipőt, ilyen fél cipőt, ilyen dorkókat, ilyen pár száz forintos cipők voltak, és hát olyan boldogok voltak, hogy van saját sportcipőjük, hát semmi köze olyan boxhoz, ugye azért a dorkóknak nincs, mert egy hét múlva már kidobhatták, mert tönkrement, de a boldogság, hogy neki van sportfölszerelése, nem a saját glódgatyájába kell, még trikója se volt, sportolnia, olyan élményeket jelentett, hogy abból a gárdából most van felnőtt válogatott, főiskolát végzett fiatalember, aki ezelőtt 10 évvel, még azt mondom, hogy olyan szintű kisrác volt, hogy még cipője sem volt. És hát ezek az örömteli pillanatok, meg az, amikor a dobogón ott állnak ezek a hátrányos helyzetből kinőtt gyerekek, például a botos gyerekek, az isaszegi, a turú, és még sorolhatnák sok olyan kisrácot, aki nagyon mélyre jött, és nagyszerű eredményeket ért el a magyar ökövásnak a érdekébe, meg a magyar sport érdekébe. Ahogy beszél ezekről a gyerekekről, és egészen a gyökerekig visszamegy, tehát onnantól kezdve, hogy valaki belép a boxterembe életébe először, látszik, hogy hihetetlen elhivatottsággal és szeretettel beszél hát a saját voltam 28 évig. szakágáról. Mitől lehet megszeretni a boxot? Volt ott az előbb egy olyan mondata, amikor mondta, hogy különleges képességeknek kell találkozni a gyermekben, hiszen a nem szabad félnie. Igen, a sikerén. Kell állni a fájdalmat, és meg kell, hogy legyen a megfelelő mozgékonysága is.
A mozgékonyságot azt lehet, lehet edzeni, de a félelmet és a fájdalmat, azt én komolyan mondom, annyit gondolkodtam rajta, hogy valaki miért kezd el boxolni? Tehát mi a jó benne? Hát én megmondom önnek, a legigazságosabb sportágak egyike van még egy pár szerencsére. Azért az ökölvás. Mert megszületik egy emberke. Az egész élete küzdelem. Az egész élete. Tehát a megszületéstől, hogy életben maradjon, hogy fölneveljék a szülei, és különböző képességeket megszerezzen. De az minden egyes, általában férfi, de most már a nőkre is azt mondjuk, hogy önmagát meg tudja védeni. Az egy ilyen belső indítatás, még a gyáváknak is benne van. Tehát védekezik, az állat is védekezik, hogyha törnek rá. Na most az ökörvívás, ez a küzdelemnek a nemes művészete. Tehát elsajátítani, hogy én túljárok a másik ezén. Tehát itt nem a másiknak, amit ugye általában kinagyítanak, hogy kiütnek valakit, vagy leszakad a szeme, vagy az óra eltölik. Hát én most nem akarok viccet, mert a feleségem kézilabdás volt. Volt, amikor a közértes nekem jött majdnem, hogy verem a feleségem, mert kéződ volt, mert beálló volt, és belekönyököltek az órába, a szemébe, nyaka, lába, mindenes tiszta sérült volt. Tehát nekem jött a közértes, hogy milyen ember maga veri a feleségét, hogy téli ki a box, közben nem is, hát ő kézi. Sokkal több sérülés okozó, például egy labdajátékban bokasérülés, belevágják a orrsérülés, ugye belevágják a labdát, kosárlabda, szemsérülés, stb. A box a 17. helyen van a balesetek, illetve az ilyen súlyosabb sérüléseknek a biztosítási listán. Kevesen tudják. Mégis az ökövást elítélik, mert nagyon durva sportág, mert a kickboxot, meg a, mit tudom, a különböző. Higgy el nekem, megcsípik az embert először, ugye fáj. Másodszor fáj, de már nem annyira. Harmadszor már az ember már úgy megszokja. Tehát a kialakul egy készsége az embereknek, már nem úgy állnak bele az ütésbe, elveszik a fejüket, tehát csak csúszára ér őket az ütés. Tehát sok olyan technika, taktika, lehetőség van, amivel az ökövásnak a, így mondom, a szépsége is kibondomborodhat, és nem csak a véres része. De még egyszer mondom, ez az egész az önvédelemből alakul. Kisgyerek korba, az óvodába, vagy a bölcsödébe két kisgyerek összakad, mindig az egyik sír, a másik nem. Ugye érdekes? És meglehető, aki sírt két hónapúva, vagy két év múlva, már erősebb lesz, valamilyen indítatás miatt, vagy agresszívebb lesz, mint a másik. Tehát ilyen rivalizálódás a férfiak között, akár a nők között is, és ez általában szabad kézzel indul, ugye, hogy mit megpofozzák egymást, fölökik egymást, stb. Az ökövásban megtanulja a kultúrát, mozgást, a kultúrát, teljesítményt, megtanulja önmagát, még egyszer mondom, legyőzni, hogy nem akkor üthetek, mikor akarok, nem üthetek méregből, mert akkor jó pofon vernek, nem vagyok elővigyázatos. Tehát sok olyan forma van, ami, és itt a győztes is megverik. Tehát itt ilyen nincs, hogy lepasszolom a labdát, szaladj vele te, mert én már elfáradtam. Tehát magyarul tényleg magadra vagy utalva. És ezt az emberek nagyon igazságosnak tartsák. Tehát a szurkolók is, meg az, aki csinálja. Az is tudja, hogy győzött, vagy jobb volt, vagy rosszabb volt, és az indulatok eltűnnek. Érdekes módon. Sok sportágban, amiben ugye nagyon elit sportág, és az indulatokat el kell folytani, mert nem illik, aztán végül idegbetegek lesznek a sportolók is, meg még a nézők is lassan, vagy pedig hátulról elgáncsolja a másikat, belerúg a bokáját, eltöri, rálép a lábára, a fejére, fölugranak, összefejenek. Ugyanezek a sérülések, amik az ökövásban, így mond, a küzdelem helyébe kialakulnak, más sportágban is végse ítélik el. Ez is egy érdekes dolog. Tehát az ökövás azért érdekes, mert magára vagy utalva, és a képességeid méretnek meg. A képességeid úgy méretnek meg, hogy te le tudod magadon mérni, hogy most hol állsz a hierarchiában, a ranglistában. Az állatok között is van. Az emberek között is van ranglista. Van, akit az értelmi képességeit mit becsülnek, van, akit a fizikai képességeit becsülnek, van, akit az ügyessége, van, akinek a kombinatív készsége. Tehát mindegyiknek megvannak az adottságai ahhoz, hogy valamiért megbecsüljék. Egy jó énekest
nem kevernek össze egy rossz énekessel, igaz? Vagy a hangokat, vagy a gesztusokat, vagy a mozgáskultúrát, egy szépen táncoló, szépen mozgó nő nem ugyanaz, mint egy illetlenül, vagy így mondom, egy kicsit rosszul mozgó, rossz koordinációval rendelkező embernek a mozgása. Ez a ökövásban is mindenki saját maga egy egyeniségé válik. Soha nem láttam egymáshoz hasonló mozgáskultúrája ökövi volt. Csak stílusban lehetett egy-két dolgot azonosítani. De mozgáskultúrában nem. Tehát azért benne vagyok most már akár 50 éve a kisgyerekkorom óta a boxba. Mindig imádtam ezt a sportot, az elég magas szinten űztem, válogatott voltam, edző voltam 28 évig, elnök vagyok 16 éve, alelnök voltam, külföldön dolgoztam. Tehát lett összehasonlítás alapom. És soha azonos, most így mondom, koppintást, mint ami egy-két mechanikus sportágban, vagy labdajátékban, csapatsportágban, ugye mindig ugyanazok a variációk mennek, ugyanúgy elkezd haladni jobbra, és akkor balra berakni, megpörgetni a labdát, vagy fociba így rúgni meg a labdát, csak úgy lehet, mert így kanyarodik. Ilyen nincs a boxban. Mert minden ellenfél más. Minden ellenfél más mozgáskultúra, más ütembe üt, másképp védekezik, másképp támad, más a taktikája, más a szellemi kapacitása. És sok esetben nem a jobb képességű nyelv, hanem a kitartóbb, az odaadóbb, az elszántabb és a bátrabb. Ezért érdekes az ökölvívás. Az ökölvívásnak ugye két nagy tábora, nem is jól mondom. Tehát az ökölvívás van az úgynevezett olimpiai ökölvívás típusú verseny, és van a profi. Éppen körkérdéseket tettünk föl az utcán általában, hogy tudják-e az emberek, hogy hány menet egy perc, hány perc egy menet. Nagyon összeszedett volt a mondat. Na mindegy, szóval, hogy hány menet egy perc, általában hány menet egy mérkőzés. És ugye az ember tudja azt, hogy ez is változik. És Most visszaállt, ugye a háromszor három perc. De a korcsoportoknál kevesebb, ott másfél a kicsiknél, nőknél két perc. Tehát úgy több korcsoportnál több nemi, más. Miért ez a 3x3 perc? Illetve a 3x3 perccel egyetérte, és ez miért jó? Hát annyira egyetértek, hogy én voltam a végrehajtó bizottságban, az AIBA végrehajtó bizottságban, ezt előterjesztett, hogy állítsuk vissza. Egy, mert a profiknál is 3x3 perc marad, most már 100 év óta. Kitalálták, üzlet volt, kitalálták ezt az 5x2 percet, számítógépet, meg egyebet, meg pontozógépet, meg reakciómérést, meg kutyafülét. Elvette Saba borsát az amatőr ökölvívásnak. Tehát a amatőr ökölvívás és a profi ökölvívás ugye itt össze lehet hasonlítani. A 3x3 percben összesűrítve kétszer annyit ütnek, mondjuk, mint a profi boxba, mint ami 7 menetbe. Tehát a gazdaságos mozgás miatt nyilvánvaló. A előszobája tulajdonképpen a profiknak az amatőr ökölvívás. Általában, aki amatőrben kiváló képességekkel rendelkezik és eredményekkel, azok mondjuk így 98%-ra profiba is eredményesek. Nézd, Árdei, Kovács, igen, Nagy Jancsi, sorolhatnám, és hát itt meg is állok. Tehát ezek a srácok olimpiát, Európa-bajnokságot, világbajnokságot nyertek. Profiba is elérték azokat a sikereket, hanem többet még, a képességeik alapján, ugye amiről az elején beszéltünk. De rengeteg, nagyon sok tehetséges gyerek, aki amatőrbe nagyon jó szerepet, profiba éppen az ütem miatt, vagy az ütés mennyiség miatt, vagy a gazdaságos mozgás miatt nem tudott eredményt elérni, mert arra már alkalmatlan volt az idegrendszere, a mozgáskultúrája, az ütő ereje, az ütésállósága, vagy az eredménykényszer miatt. Tehát valamilyen oknál fogva nem sikerült neki ott már produkálni. De a nagy tömegnek igen. Miért? Ez is a kérdés. Elsősorban azért, mert a szabályok tehát egy sávba tartsák őket. Na most ez a sok változás, ami volt az elmúlt 10 évben, ez nem használt az amatőr ökölvívásnak. A profiknak meg használt, hogy stabilan a szabályok, illetve a egyéb, pedig a stílusok változtak. Voltak ellenütők, statikusak, fighterek, vívók. Mindenfajta stílus fölbukkant, nem úgy, mint az 50-es években, hogy két stílus volt, ütök, meg védekezek, aztán slussz.
nem gondolkodott a felemben, és utána így fogta meg a poharat, és azt hitték, hogy a boxnak, pedig nem. Az akkor az meg lehet nem boxoló lett volna, hanem futbolista, vagy bármelyik, ott ugyanúgy a meccsek után megitte volna a fröccsét, ugye sok alkoholt, és a nagy barátok így ünnepelték, hogy együtt akkor újjunk be jót, az volt a sik, hogy ki tud többet meginni, az akkor is járt ott, meg most is járt. Most is vannak olyanok, akik belemenekülnek az alkoholba, akár most már a drogba, vagy a különböző segédeszközbe, az ökölvásba, nagyon kevés dopingot lehet hallani, ugye? Milyen érdekes? Mert lelassítja a reflexeket. És ezt fölismerték már, mit tudom én, pedig többi, hogy vannak olyan sportágak, ahol az erődinamikát, az erőt, a kitartást növeli a doppingszer. De nálunk az ütésállóságot nem növeli. Azt nem tudja. A gyorsaságot nem növeli. Gyorsaságot sem tudja. Meg az, hogy hogy állom az ütést. Mert ha le vagyok lassúva, könnyebben meg vagyok ütve. Uh-huh. Ha tompább vagyok, könnyebben eltalálom. Többször. Nagyobb, gyorsabb a reakció gyorsaságom. Tehát lelassul a reakcióm. Nem tudom elvenni a fejem. Nem tudok olyan gyorsan védekezni. Tehát ezért nincs, szinte alig van dopping a ökövel. Itt is van egy-két buta ember, aki ezt megpróbálja, de aztán hamar ráfizet. Tehát magyarul 3x3 percet is azért állítottuk vissza, Nemzetközi Ökölszövetség, mert garancia arra, hogy a fejlődése az amatőröknek a profihoz idomul, ugye, mert akkor már lesz 5x2 perc, 6x2 perc, 10x2 perc, 12 menet világbajnoki döntő. Régen 18 is volt, meg volt, amikor csak addig ment, míg le nem, föl nem adta valamelyik, vagy ki nem ütötték. Tehát ez fejlődött a sportág, ez azt jelenti, de akkor, amikor ezeket kitalálták, semmi más cél nem volt, csak ilyen üzleti, hogy ismények, el akarták adni a számítógépeket, egy új szabályt akartak beadni, a szabálymódosítás, szabálykönyveket eladták. Hát mindig az emberek spekulálnak minden területen, és ez más sportágoknál se, némelyiknél nem vált be, akár a birkozásnál is sorolhatnák sok szabálymódosítás, ellene vissza, hogy is visszanyalt a fagyi magyarul, mert túl sok szabálymódosítás megváltoztatta a jellegét a sportágnak, sok esetben negatívan. És akkor vissza kellett állni, és a boxban is ez történt az amatőröknél. A profiknál még a pontozást kéne visszaállítani a körülnék, hogyha ugyanaz lenne, mint a profik, nem, akkor kevesebb csalás lehetne, mert mit tudom én, le kéne a szünetbe írni az eredményt, azt nem tudná utána valaki megmásítani is, hogyha utolsó menetben meg annyira akarna csalni, az nagyon kibukna. Így meg a pontozó gép mögé bújnak, hogy hát a gép nem adta meg, meg a gép elvette ugye a pluszpontokat, egyebeket. Tehát magyarul fejlődött az ökölvás, és szerencsére az igazi szakemberek, akik ki tudták harcolni, hogy álljon vissza az eredeti állapot. Ez a pontozásos rendszer, illetve az, hogy a pontozó bírók hogyan pontoznak, ez azért időnként bosszantó tud lenni, és ha minden igaz, akkor most a Bocskai emlékversenyen is volt némi pontozásos probléma. Hát ennek is megvan ám azért az oka. Tehát nem minden ország engedheti meg magának, hogy mit tudom én, 40 ezer euróért vegyen egy pontozó szisztémát és egy pontozó gépet, meg laptopot, 5-6 laptopot, ami ugye működteti a pontozói szisztémát. A másik, más gyökerei vannak egy afrikai bírónak, egy ázsiainak, egy európainak, vagy egy balkán bírónak, vagy egy amerikainak. Mindegyik más stílus szeret, másképp lát bizonyos szituációkat, és most megmondom önnek a legnagyobb problémát mi. Ugye a világversenyeken vannak a legnagyobb problémák. Öt kontinensről jön egy-egy bíró. Most mondok egy példát. Jön Leszottóból egy bíró. Jó képességű bíró. De egy évben egy meccse van, amikor pontozó gépet használ. Hol? A világbajnokságon. 3 nap, mire megtanulja kezelni. Jön, mit tudom én, Ausztráliából, akkor ugyancsak kevés boxmeccs van. Jön Ázsiából, ahol a fighterokat szeretik. Jön Európából, ahol a technikát. Jön Dél-Amerikából, ami a laza ellenütő boxot szeretik. Most 5 különböző felfogású ember, most mondok egy példát, itt a Bocskain történt olyan menet, hogy az egyik bírónál 11-6-ra vezetett a piros sarok, a másiknál 14-8-ra vezetett a kék. Tehát között van 30 pont differencia, ugye? Így, ha elég így veszem, döbbenetes, igen. Döbbenetes dolog. És nem tudtam egyikre se haragudni, mert az egyik, tudtuk, hogy a üzbék bíró az a fighter boxot nyomja, és az, aki ment előre, és nem talált, ütötte a blokádot, azt értékelte, a másik bíró meg a szellemességet, az ügyességet, a gyorsaságot és a találatot érte.
Szerencsére az igazság kijött, de van, amikor nem az jön ki, mert van még egy, aki mellé áll, vagy még kettő rosszul látja a szituációt, és meg lehet, hogy a fighternak adja, aki nem is talált csak tízszer, de egész végig ütötte a levegőt, vagy a másiknak tehát a védekező kezét, ami nem pont érték. Tehát és magyarul nem lehet meccs előtt ezek közös nevezőre jutni? Nem, mert mondom, maga a gyökerek másról indulnak. Tehát egy afrikai boxoló az oda megy, és ameddig tud üt. És ha talál, akkor nyer is. Ha meg nem talál, akkor kikap. Ilyen egyszerű a dolog. Na, jön egy ázsiai, az támad állandóan, folyamatosan. Jön egy európai, aki már kulturáltabban, többszínűbben, többfajta stílust jegyeket visel, de meg lehet, hogy a állóképessége ütőre nem olyan, vagy az ütésállósága, mint az afrikainak, vagy az ázsiainak. Tehát sok kérdőjel miatt nem lehet egységesíteni semmit. Hát abban bízunk, hogy az olimpiára, most majd ezt az olimpia után megint ezt a pontozógép szisztémát is, ami ugye aztán hát kiborítja az embereket. Most gondolj el, ha valakinek túl sok pontot nyomnak, azt elveszíti. És meg lehet, hogy az nyer, aki 10 ponttal kevesebbet kapott a bíróktól. Most volt olyan mérkőzés, nem tudom, hogy ez van-e nálam, mert direkt elraktam. Ez nem az. Ez az. Milyen véletlen. Vagy mégse. Nem, ez számla. Na, érdekes. Akkor a másik kabátomban van. A lényeg az, hogy 5 pontozónál, mind az 5 pontozónál, az individuál pontok alapján nyert, ahogy hívják, a kék. 1-2 ponttal. Tehát 14, 12-re, 15, 10-re, tehát ilyen, mit gondolja, ki nyerte meg a mérkőzés 12-11-re? Tehát akkor ezek szerint bosszantóan biztos a piros? A kék. Piros nyert 5, mind az 5 pontozónál, voltak mind 4-5 ponttal egyéb. Magyarul mi történt? A kék az, most keverem most már, ugye a piros mondtam, hogy az nyert a pontozóknál az individuál pont, tehát a benyomott pontok alapján. De a mérkőzést a kék nyerte 1 ponttal. Miért? Mert az átlagolja most a számítógép, átlagolja a mérkőzések, vagy a benyomott pontokat. És a nagy pontértékben való differenciánál, mivel minden pontozónál, mitől én 12 vagy 11-et kapott a kék, a piros meg sokat kapott, 14-et, 15-öt, egyéb, tehát az magyarul nem volt egálba, azokat mindig a fölösleges pontokat elveszítette. És ez alapján, az átlagolás alapján a 12-11-re nyert a kék. Aki kevesebb pontot kapott. Aki a bírók szándéka szerint vesztett. De a gép megfordította. Ilyenkor nem tör ki a botrány? Hú, hát óriási botrány volt. Ez egy kínai és egy orosz mérkőzésen volt. Az orosz fiú kellett volna, hogy nyerje, még a kínait hozta ki a gép. Itt már nem lehetett tenni, mert a bírók szándéka nem az volt, hogy a ne az orosz nyerjen. És mégis így történt. A gép megfordította az eredményt. Magyarul kidobta a így mond, jó szándéka a többet nyomó pontokat. És meg benn hagyta tehát a 14-8 volt, a 8-at hagyta benn. És a 14-et kidobta. És a másik már meg volt a 12 a kéknél. Ugye milyen érdekes? Tehát szerintem rossz szisztéma. Azt akarták kiküszöbölni, hogy mondok egy példát. Tehát az intés nincs benn az individuál pontokban, nem vonódik le. Ugye, mert akinek nulla pontja van, abból mit lehet levonni? Tehát mínusz 2 pont ilyen nincs. Mi történik? Csak attól tudnak levonni, ha intésnél, akinek van pontja. Sányszor van olyan, hogy ütik, vágják egymást, de egy is se talál. Igen. Tehát vannak ennek a pontozó gépnek eleve, hogy úgy mondjam, statikus hibái, de mégse annyi, mint az előzőnek. Az előző meg nem az individuál pontok, hanem a megadott pont, tehát mindent nem a pontozók döntöttek el, hanem a gép. Most is van, amikor csak a gép dönt, de mondjuk 100 meccsből ilyen, vagy 1000 meccsből után 2 van a világon. Azért ez nem egy akkora hiba százalék. Nagyon mérgesítő, és pont itt a Bocskain történt egy ilyen. Hát én fönnakadt a szemem, mondom, ilyen nincs. És van.
És meg lehetett óvni ilyen szempontból? Nem lehet megóvni. A pontozást nem lehet megóvni. Csak bírói műhibát lehet, tehát magyarul a fordítva int a bíró, vagy nem tartsa be a szabályokat, tehát magyarul bírói műhibát lehet, pontozást nem lehet. Mert ott nem vétkeztek a bírók. Hát akkor mit lehet megírni, hogy a gép miért dobta ki azt, ami szabály, hogy a pluszpontokat kidobja? Ha mert az a szabály. Tehát magyarul a gép betartotta mereven, és ezt senki nem gondolta, hogy ő többet nyomott, ő úgy érezte, hogy jobba orosz versenyző. És a kéker is nyomtak, mert szoros mérkőzés volt, és a szoros meccs miatt, az átlagolás miatt, mit tudom, egyik kevesebbet nyomott, az nem esett ki. És akkor kettőnél, mit tudom én, 12-10 volt, kettőnél meg 12-8 vagy 9, 12-11-re kikapott a piros úgy, hogy közben a benyomott pontok alapján neki kellett volna nyerni. Azért mondom, ez annyira komplikált, hogy mi is menjünk bele, mert csak untatjuk a nézőket. De, hát ez, de mindenféleképp érdekes szituáció, rettenetes dolog, hogy öt bíró a szándéka szerint kihoz a győztesnek a pirosat, és a kék nyer egy pont. Nem volt jobb ezek szerint a pontozó gép nélküli bíráskodás? De hát azt mondtam, hogy akkor leszek boldog, ha még de azt megérem. Tehát hát most a technikát próbálkoznak a focinális, hogy fölerősödött, a ilyen irányú igény. Én ezt megfogalmaztam. Európa részéről általában én vagyok, aki ezt porszírozom, mert az én megítélésem szerint kevesebb a hiba lehetőség. És a manipulációs lehetőség is, mert mondom, aki például nem akar valakinek győzelmet adni, meg lehet, hogy véletlenül sokat nyomanak, aki tényleg jobb lenne, és ő azt mondja, kérem, hát én győztesnek láttam, én sokat nyomtam közben, készakarva sokat nyomott, hogy a gép kidobja a pluszpontokat. Ugye milyen érdekes? Tehát a szándékot nem lehet kontrollálni. Én meg azt mondom, ha leírja valaki, hogy 20-19, vagy 10-9, 10-8, ugye két pontnál intés, mínusz levonja, és a végén összeadják a 10 menetet, profikra meg tudják csinálni, akkor a 3 menetnél nagyon egyszerű, 30 pontból le lehet vonni a mindegyik menetbe azt, ami hiányzik, és akkor kijön, hogy ki az igazi jobb. És nincs manipulációs, így mondod, direkt belenyúlás, utolsóban benyomok még 3 pontot olyanok, aki éppen állnak mind a ketten a ring közepén, mert a bíró magyaráz nekik, és látjuk, hogy be van nyomva 3 pont. Ha megfogják őket, akkor ráfizetnek, és akkor jön helyettük egy másik, aki ugyanezt csinálja. Ez a nagyobb baj. Hogy az ember, hogy is mondjam, szándékát, azt nem lehet kiszámítani. Most az olimpiára elképzelhető, hogy visszaáll a számítógép nélküli pontozásos rendszer? Nem. Hát ezt nem lehet ilyet megcsinálni. Hát a selejtezők, a kvalifikációs torna, minden erre épül. És pont az olimpia nem erre épülne, akkor nagy baj lenne. Nem is tartanám szerencsés. Nem, az olimpia után én szerintem nagyon föl fog erősödni, hogy ilyen irányba a fejvédőt le akarják venni, hogy lásson az arca. Nem lehet látni, hogy ki boxol. Csak az, hogy piros meg kék. Ugye milyen érdekes? És ezt nem jutott eszükbe, akik ezt kitalálták, hogy arra hivatkoztak, hogy sérülés, ugye összefejelés, meg egyéb miatt védi, és kisüt, hogy 0,7%-kal több a sérülés fejvédő nélkül. Na most, ha több képzést kapnak, jobban védekeznek, akkor, de ha jobban képzik őket, akkor ezt a 0,7 el lehet tüntetni. És akkor látjuk, hogy legalább ez szőkefiú, ez feketefiú, ez jóképű, nem jóképű, bajuszos, nem jó. És nagyon érdekes. Igen. És ez most az nélkül emberekkel megy. Ez nagyon nagy hibának tartom, és ez most már hát úgy 8-10 évvel harcolok érte, most már vannak partnerok is szerencsére. A boxolók, tehát általában akik ott vannak a porondon, vagy a ringben, azok szeretik a fejvédőt? Nem. Nem. Ugye? Nem. Érdekel, a boxban nem népszerű a fejvédő. Edzésen igen, hogy ne sérüljön meg az ember verseny előtt, akkor egymás haverokkal, így mond, mi is annak idején mi is használtuk, hogy megvédjük, ne fejjünk össze, vagy ne legyen szemsérülés, tehát, ugye megrepedjen a szem. Tehát, hogyha úgy edzenek, hogy fejvédő, akkor egész más az ütésállóság. Így van. Tehát... ugyanúgy kellene egyszerűen, mint így van. Sokkal nagyobb területet talál az ember. Igen. Ez egy érdekes dolog, meg hát ugye a térlátás se ugyanaz, mert a fejvédő így van. Így van. Igen. És a térlátás miatt egy kicsit, hogy mondjam, le is elvesz lehetőséget a reakcióba. Említette az elején, hogy régen elképzelhetetlen volt az, hogy mondjuk főiskolát vagy egyetemet végezzen egy boxoló. Ugye tudtuk azt? Tudtuk. Beskatujázunk általában egyes sportákhoz tartozó embereket.
azt mondjuk, hogy bunkók a focisták, bunkók a boxolók, általában intelligensek a pólósok meg a vívók. Isten bocsássa, meg sarkítottam. De mondjuk a közhiedelem az mondjuk ezt mondja. És aztán utána egyre másra előkerülnek azok a boxolók, mit mondta is, leérettségiznek, szakmát szereznek, főiskolára mennek, egyetemre mennek. A lányok közül, hát megdöbbentő volt a számomra is, hogy a lány válogatott kerettagok közül, mit tudom én, 20 kislányból, 16 főiskolai egyetemi végzettségű testnőtanár, biológiai tanár, egyetemi oktató, jogász, bíró, hát komoly diplomákat szerzett, közgazdász, tehát komoly diplomát szerzett emberek vannak is, a fiúk között is, hát régen is volt, az 50-es években is, 2-3 a Bereszki doktor, egyik nagyon híres Liska professzor, nagyon híres sebész, meg nőgyógyász, meg mit tudom én, Fekete Pali vegyészmérnök, aki sokszoros válogatott, és hát Magyarországon nagyon ismert sportolók voltak, Bona Jóska szakedzők lettek, tehát mit tudom én, 100-ból volt 5-6 akkor is, most már. Ha azt mondom, hogy a felnőtt férfi válogatott és a női válogatottnak a 80%-a diplomás, leérettségizett fiúkból, lányokból, nyelvet beszélő gyerekekből áll, akkor nem mondok valótlant. Térjünk vissza egy picit a mai Magyar Box tartalmi életére, hiszen most egy picit máshogy megy a kvalifikáció az olimpiára, az előző évektől eltérően. Régebben sokkal nagyobb volt a merítés, sokkal több embert lehetett küldeni. Most hogy állunk? Hányan vannak már biztosan? Jelen állapotok szerint a 10 fős csapatból, ugye két súlycsoportot kivettek a nők miatt, a felnőtt férfiaknál, ott 3 olimpiai kvalifikációnk már van. A könnyű súlyban a Varga Miki, a K.T. Gyuszi és a Kis Harcsa. Ugye a legnagyobb név a Baskai Balázs, megsérült a világbajnokságon is. Onnét 7 olyan boxoló került be, akit ő már többször megvert, köztük most is megverte az egyiket, a moldávot, és a másik rivális a törökkel első nap boxolt, szóval nem is tudom, hogy lett ilyen szerencsére, de pont egy világversenyen, ami kvalifikáció is. Most neki döntőbe kell kerülnie, mit tudom, lesznek 35-en a súlycsoportban, döntőbe kell kerülnie, hogy kikerüljön az olimpiára. Ha kikerül, még bajnok is lehet. A másik 3 szenzációs teljesítménye kikerült. De ott van egy Darmos Jóskánk, aki megint nyert, aranyérmet nyert. Volt már 2-szer EB-n bronzérmes, de hát ott azt hiszem egyedül, a győztes, csak a győztes kerül az olimpiára. Annyi európai került ki, ugye európai kvalifikáció volt. És ennek a vegyes rendszernek az a hibája, hogy mondok egy példát, egy kubai kiverhet egy európait, egy kínai kiverhet egy európait, egy európai kiverhet egy kínait, vagy egy amerikait. Hát ez egy ökörség. Régen úgy volt, hogy az európai bajnokság első 4 helyezettje volt, és utána a másodikon, a másik 4, az egy kvalifikációs tornán, kiemelés után összemérte az elejét, és a legjobb 8 európai került az olimpiára. Most meg lehet, sőt, volt ilyen a Darmos Jóska, Chicagóban 3 meccset nyert. Megvert az EB ezüstérmest, tehát az európaiakat mindenkit megvert, sőt, még azt hiszem megvert egy valamilyen dél-amerikait is, és az utolsó mérkőzésén, amikor már kvalifikációra került volna sor, kikapott, 5. lett, de kikapott a kvalifikáción győztes kínaitól, aki Pekingbe ezüstérmes lett. És ezért nem tudta az olimpiára részt, hogy mások egy meccsel, vagy 2 nyert meccsel kikerülnek az olimpiára. Nem igazságtalan? Vagy, mint ahogy mondtam, most is a Bacskai megverte, tehát nem egy ranglista alapján állítsák össze, vagy egy-egy verseny, vagy több versenynek az eredménye alapján. Nem. A Bacskai úgy ment ki a VB-re, hogy ranglista vezető, úgy jött el, hogy most kvalifikációs tornán kell részt vennie, hogy kikerüljön az olimpiára. Tehát egy hihetetlen igazságtalan és rosszul előkészített, én azt mondom, nem jó megoldás az, hogy másik kontinensbeliek verik ki egymást. Most már a selejtező nem, de a világbajnokságon ott minden kontinensbeli ugye bekerülhet a 8 közé a jó sorsoláson. Tehát a véletlenek szerepe dönt, nem a tudás, nem a tehetség, nem a egész évi teljesítmény. Ez az én bajom ezzel.
Most akkor 4 fiatalember már mindenképpen ott van. 3. A negyedik arra most várunk. Ja, és hát azt elfelejtettem, hogy a lányoknak 3 súlycsoportba, az 51, a 60 és a 75 kilóvát. Ott van egy nagy klasszisunk, akit Magyarországon kevesen ismernek. Hát képzeljék el, hogy egy 2-szeres világbajnok, 3-szoros Európa bajnok lány, a Kovács Mari, pécsieknek a üdvöskéje, amúgy pesti lány, csepeli, és neki a világbajnokságon be kell kerülnie a legjobb 8 közé, minimum lesznek 50-en vagy 60-as súlyába, ahhoz, hogy kikerüljön az olimpiára. Ő is olyan képességű, aki nyerhet is. Kikaphat is, nyerhet is, mert abban is most, és ráadásul ő akkora áldozatokat vállalt, hogy ő 81 kilóban volt Európa meg világbajnok. Lement 75-re. 82 kilóban volt, bocsánat. Lement 7 kilót lefogyott azért, hogy az olimpiára menjen, és nyeregeti a versenyeket, volt már ebben a súlyban is világbajnoki bronzérmes Barbaroszon. Tehát magyarul nagyon nagy áldozatokat kell neki. Azt nem, most éppen a legyengült ugye az immunrendszere, most éppen betegeskedik, pedig Tunéziában kim volt, meg Kínában edzőtáborban. Azt hittük, hogy éppen, hogy úgy mondjam, utol fogja magát érni, és most meg betegeskedik, mert ugye azért ennek van ára az ilyen drasztikus fogyásnak, és egy nagyon tehetséges kis ember, és egy szenzációs ember. Nagyon szurkolok neki. Ugye 60 kilóban is van egy tehetséges kis fiatalunk, de ő neki nem sok esélye van, mert ott az a legsűrűbb súlycsoport, de ott lesznek a legtöbben. 51 kilóban az Ancsin Kati, meg a kis Berki van, ott majd eldönti a szövetségi kapitány, hogy ki utazik. Mindegyik nagyon tehetséges, de ott is szóval ők nem akkora egyéniségek, mint a Mari, azért nem merek rájuk tippeni, bár adja az Isten, hogy mind a kettő jól szerepeljen. A nők ökölvívó teljesítménye mennyire hasonlítható a férfiakéhoz? Kértem én ezt azért, mert általában ugye azt mondjuk, hogy fú, a vízilabdás férfiak, és akkor a vízilabdás lányok most jobbat teljesítettek, de mégis a vízilabdás fiúkról beszélünk. Hát ez így van, most is. Ugyanez van a női focival, és mindenhol. De meg kell, hogy magának mondjam, hogy először Scrantonban 2000-ben, pont amikor New Yorkba kerültünk, és ugye akkor voltak akkor a repülők, akkor a tornyokat, akkor tarolták le, mi akkor voltunk a világbajnokságon, Scrantonban az első női világbajnokságon. 5-6 ezer ember nézte, egy kis csarnokban csinálták, nem, végül kirekedt egy csomó ember, annyian kíváncsi volt, a Kanadába jöttek buszokkal, az első női világbajnokságra. Azt kell mondom, hogy gyerekcipőbe járt, nagyon jó szerepeltünk. Hát azóta olyan fejlődésen ment át az ökölvás, Brazíliától, Kínáig, oroszoktól, olyan boxokat látni, hogy most mondok egy példát, megjelent egy svéd kislány, szépség királynő. Svéd szépség királynő. 2-szeres Európa bajnok volt, 1-szeres világbajnok, most profi világbajnok. Az igen. De ha találkozik vele az utcán, akkor mindenki férfi ott is megfordult. De most mondhatok itt a magyar lányoknál között is. Tehát hihetetlen, szépek, érdekesek, tehetségesek, és olyan elszánság egy férfiben nincs, mint a, így mond, a lányok nagy részében. Olyan küzdeni tudás, olyan okosság, tehát a boxnak a okosabb változatait, hogy nem kockáztatok, szépen kikerülöm az ütéset, szépen, tehát amit megtanulnak, az mesterfokon csinálják. Hát én aki azért boxszakembernek mondom magam, hát edző voltam 28 évig, megdöbbentem, hogy mennyi tehetséges nő öklözik a világban. Az ember úgy van vele, hogy elfogult a férfiakkal, hogy csak azok ilyen nehéz sportákban így úgy. Azt hozzáteszem, hogy nem vérengzők. Tehát az a nőiességük abból is kijön, hogy nem ilyen, ők is ütik, verik egymást, meg aki nem tud boxolni, az úgy akarja megoldani, lehajrázza, meg leteperi szinte a másikat, szinte birkózik, meg össze-vissza csapdos, de az egy képzetlen. De a képzettek közül, a tehetségesebb közül, hát olyanokat lát az ember, hogy a szája tátva marad. Most komolyan mondom, van egy-kettő, egy ír kislány, egy brazil lány, 2-3 orosz, 1-2 magyar, kínaiak között, és hát most komolyan mondom, még a férfiaknál se lát az ember olyan képzett lányok, képzettséget, amit némely lánynál. És ez örömteli. Ezért is tudták kivívni, hogy az olimpián részt vegyenek, mert minden világversenyen olyan fejlődésen mentek át,
hogy az én megítélésem szerint ma már technikába, taktikába, fizikumba van inkább különbség. Érdekes, hogy megnézi az ember egy kis sportágat, kajakkenőben ilyen vállak vannak a lányoknál, tornáknál ugye kicsire összemennek a ugrás miatt, kosárlabdában, röplabdában olyan hosszak, hogy hegyig érnek. A női ökölvás nem véletlen, hogy Amerikában ugye a boxerobik a legnépszerűbb sportágak egyike, és nők, férfiak, idősek, fiatalok csinálják. A mi lányainknak az alkata nem változik, nem változott el. Sőt, hát mindig azt mondom egy átlag embernek, aki sporttól, mert lejöttek már több sportágbeliek is hozzánk, hogy az ökölvás megpróbálják, és megszöktek, mert olyan sokrékű terhelés éri a csípőjüket, a derekukat, a vállukat, a nyakukat, a gerincüket, ami hát nagyon komoly terhelés, és rájöttek, hogy hoppá, egy legjobban így lehet fogyni. Érdekes módon nem is olyan veszélyes, hogy mert ugye nem mindenki kesztyűzik, hanem csak üti a zsákot, és ugye ezek az árnyékmozgások, a kötelezések minden rugalmassá, vádlisabbá, elegánsabbá, zsírégetésnek is lehet használni az ökölvás sok esetben. Megdöbbentem, hogy milyen sokan űzik, nem annyian versenyeznek. Tehát ez egy nem ugyanaz a dolog. Tehát Németország, mondok egy példát, mondjuk van 5000 boxerőpikos, boxol meg csak 100, vagy 200, vagy 300. Nálunk ugyanez az arány. Bár nálunk érdekes, hogy még most kezdenek el átkapni, például a Gildába, vagy egy-két helyre elmennek ilyen aerobik, meg ilyen kondiklubokba, és ott ugye vannak ezek a aerobik boxok, meg a boxot tanítják az amatőröknek, hogy önmagukat a nők is meg tudják védni, férfiak is. Nagyon sokan hobbiként, ilyen fogyasztásként, meg mozgáskultúrának a egyengetésért, meg az alakjukért szépen beállnak ám a sorba. Megdöbbentő, egy-kettő már volt, aki átpártott, aztán visszapártott, utána megint visszajött, de aki egyszer beleszakol a boxnak ebbe a millőjébe, érdekes módon megmarad mellettünk. Utolsó percbe értünk az adásba, de két napi pletykáról még szeretném, hogyha egy-egy mondatot mondaná. Az egyik az, hogy Balzsai Károlynak, ha jól tudom, ma volt a sajtótájékoztatója, a másik pedig fölröppent egy hír, hogy Erdei Zsolti a következő meccsét mikor fogja játszani, és elhangzott az ellenfelétől, hogy nem is azért nem boxolt, mert éppen beteg volt. Hát ezek ilyen valótlan, meg alaptalan vádaskodások. Mind a két emberünk, hát azért Erdei Zsolti egy veletlen világbajnok. Ővel aztán kitaláltnak, senkitől még nem félt, és nem is fog. Éppen mielőtt ide bejöttünk, telefonált nekem, ugye nem jött el ő elnökségi tagunk, és hát ugye a kis fiáért ment, mert a felesége beteg volt, elment az óvodába, és megkért, hogy ne haragudjak, és kérdeztem tőle, hogy mi a helyzet, ugye a izébe is mondta, hogy rajta vannak a dolgon, de előtte csinál ez a leendő, akivel összecsapott volna, ugye karácsony utána két ünnep között szilveszterkor, az a egy spanyol Castillo nevű versenyzővel boxol. A Karcsi a Sartisztián ellen boxol, egy, aki most visszatért, aki előtte volt a világbajnok, akinek a helyét ő elnyerte, és köteles ugye ellene kiállni. A Karcsinak vannak egészségügyi problémái, de ahogy én ismerem, egy elszánt klassz kisrác, biztos vagyok benne, hogy ő is helyt fog állni. Még ha most azt kell mondanom, hogy itt mind a kettő kikaphat, mind a kettő nyerhet is, de hát én nagyon bízok bennük, hogy inkább nyernek, mint vesztenek. Mi meg szívből drukkolunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézők, ne felejtsék el, hogy ezt a beszélgetésünket is a Sport Plus Extrában már a pénteki számban olvashatják, ugyanúgy, ahogy ezt eddig is minden alkalommal megtehették. Köszönöm a figyelmüket, egy hét múlva Takács Műsorunkat támogatta az Ebel Tervező Kft. Tervezés Ebel szint. Ebel Tervező Kft. Neve évtizedek óta jelent garanciát a minőségi építészetre. Kérem, hallgassák meg, miben állhat cégünk az önök rendelkezésére.
Az IBÜL tervező Kft. Illetve jogelődje, az IBÜL Miklós építőipari tervező szövetkezet 1957 óta áll ügyfelei rendelkezésére. A cég foglalkozik műszaki tervezéssel, szakértéssel, szakmai tanácsadással, komplex beruházás bonyolítással és műszaki ellenőrzéssel. Szakági tervezőink az építészet, belső építészet, statika, épületgépészet, épületvillamosság, talajmechanika területén vezető tervezői, valamint műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkeznek. Felkészült tervezőgárdánkkal az ország egész területére kiterjedően végzünk komplex tervezési munkákat, az előkészítő munkától a belső építészetig. Az IBÜL tervező Kft. Különböző fázisú és mélységű tervdokumentációkat készít a beépítési és tanulmánytervektől, a kivitelezési részlettervekig, látványtervekig. Ez lehet lakó- és szállásjellegű épület, középület, iroda, valamint ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi épületek, vagy akár egészségügyi és sportlétesítmények. Cégünk vállalja ezek építészeti és generáltervezését, valamint a kivitelezés tervezői művezetését. Az új létesítmények tervezése mellett felújítási munkákkal is foglalkozunk, beleértve az igényes műemléki konstrukciókat is. Az IBÜL tervező Kft. Közbeszerzési munkáinak jelentős részét teszik ki a budapesti strand és gyógyfürdők rekonstrukcióinak tervezése és bonyolítása. Talán a legbüszkébb arra vagyok, hogy Budapest három nagy műemlék fürdőjének a tervezését vállalhattuk el, mégpedig ez a Gellért gyógyfürdő, a Széchenyi fürdő és a Lukács gyógyfürdő. Én úgy gondolom, hogy nem kis elődöknek a nyomdokaiba léphettünk, ezeknek a tervezése és a megvalósítása is bizonyos mértékig a mi nevünkhöz fűződik, ugyanis a műszaki ellenőrzést és a bonyolítást is mi vállaltuk és végezzük. Mindezek mellett csapatunk folyamatosan részt vesz versenypályázatokon, melyeken munkáink szép számmal sikeresnek bizonyultak. Tevékenységi körének bővítése érdekében az IBÜL tervező Kft. Műszaki ellenőrzési feladatok ellátására is alkalmas műszaki csapatot hozott létre. Ezáltal tudjuk vállalni beruházások teljes körű lebonyolítását, az előkészítő munkától, a kivitelezők kiválasztásán keresztül, az átadásig bezáróan. Az iroda mindvégig feladatának tekintette a névadó IBÜL Miklós szellemiségének, építész hagyományának, örökségének ápolását és a nevéhez méltó igényes, minőségi munkavégzés. Az IBÜL tervező irodára bizalommal építhet. Meg fogsz gyógyulni. Én már legyőztem a rákot. Segíts, hogy másoknak is sikerüljön. Kérjük, hogy adója 1%-ával ön is segítse a többieket. Bombera Krisztina, Kozman György, Lola, Novák Péter. Négy ismert ember, négy különböző életút. Valami mégis közös bennük. Mindannyian véradó. Amerikában tudósítóként azt tapasztaltam, hogy az önkéntesség az emberek számára teljesen természetes, a hétköznapi élet része. Az önkéntes véradás is olyan dolog, amit az emberek nem szoktak elmulasztani. Jó lenne, hogyha ez itthon sem lenne másképp. Legyél különleges, legyél rendszeres véradó.